Zárásához érkezett az a több mint 30 millió forintos projekt, amelynek köszönhetően létrejött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil információs centrum, mondta az operatív igazgató. Kis András hozzátette, elsődleges céljuk az volt, hogy erősítsék a közigazgatás és a civil szektor együttműködését, valamint hogy aktivizálódjanak, még többet pályázzanak a megyebeli szervezetek. Ennek a projektnek az eredményeit, ha össze kéne foglalni, akkor el tudom mondani, hogy információs napok, kistérségi megjelenés, ami a célunk volt ezzel a projekttel, hogy a civil szférát ne csak a megyeszékhelyen, hanem minden járásban, minden kis településen is akár meg tudjuk szólítani. Azt gondolom, hogy ez sikeres volt, mert aki megnézi az elmúlt 2,5 év civil aktivitását, pont azt látja, hogy nagyon sok helyi kezdeményezés kapott erőre, talán pont a civil információs centrum segítségével, meg ne felejtsük el, és ez a legfontosabb, a civilek öntevékenység által. A megyei közgyűlés elnöke a projekt záró konferenciáján azt mondta, a civilek az elmúlt időszakban sokkal költséghatékonyabban és a társadalmi problémákra érzékenyebben működtek Szabolcs-Szatmár-Beregben. Sok közös projektet, sikeres projektet bonyolítottunk le, a pályázati programot bonyolítottunk le a civil szervezetekkel, számos civil szervezetekkel, mi adtuk akár a pályázatukhoz az önerőt, még a mostani konstrukcióban is, vagy a mostani költségvetési helyzetünkben is tudtunk ilyen módon segíteni a Szatmári Búvár Egyesületnek, például akik egy fontos közfeladatot látnak el, de a civilek ernyő szervezeteivel is ilyen módon, a civil információs centrummal, illetve a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Közalapítvánnyal is áramos pályázati programot sikeresen bonyolítottunk le együtt. A rendezvényen a 2015-ös Nemzeti Együttműködési Alapról is szóltak, a civileket arról tájékoztatták, hogy újra benyújthatnak majd működési és szakmai pályázatokat.